Ez itt ismét a Nissan Outdoor Games vadvízi kalandja. Előző adásunkban bemutattuk az expedíció első 4 napját, most pedig folytatjuk, és kiderül, hogy sikerül-e, ami még soha senkinek, az Indus folyó felső szakaszán, a Rondu kanyonban folyó víztömegen végigevezni. A helyszín tehát Pakisztán Himalája-hegység. Az Indus a régió legszentebb folyója, India névadója. Hossza 3200 km, vízhozama másodpercenként 6600 köbméter. Most pedig nézzük, hogy a 4 német és 2 osztrák sportolónak sikerül-e, ami eddig senkinek. A túra nem csak küzdelem a folyóval, de küzdelem az idővel is. Az évnek ez az egyetlen időszaka, amikor lehet némi esély a vad folyó betörésére. De most áprilisban is csak szűk 3 hét áll rendelkezésre. Ha beindul az olvadás, az úgy felduzzasztja az Indust, hogy azonnal lehet pakolni. Akkor már épesző ember nem merészkedik ide. Na jó, egyébként se nagyon. Bernard Maurachernek ma megmutatta az Indus, hogy miért nem sikerült még senkinek a kanyonon végigevezni. Bernard életveszélybe került az egyik borulásnál. Nem tudta visszafordítani a hajót, mert a hátát hozzápréselte a víz a kajakhoz. Teljes sötét volt, nem tudtam lélegezni. Majd iszonyú hosszúnak tűnő idő után visszafordult a kajak. Azt hiszem, szerencsés vagyok, hogy élek, mondta az evezős. Dirk Schwarzer arról beszélt, hogy kezd elfogyni az ereje. Megbotlottam, amikor cipeltem a kajakot. A nappali hőségben való mászás kicsit. Úgy érzem, kezdek veszíteni a koncentrációt. Ez nem jó jel. Az ilyenre oda kell figyelni. Mert ez könnyen halálos hibát is eredményezhet a vizet. Azt hiszem, elértem a teljesítő képességem határát. Manuel Arnu szerint nem szabad tovább feszíteni a húrt. Nachdem das Team dann 25 Kilometer von der Rondo-Schlucht erst befahren konnte, nem csak a folyó fárasztott, de sok olyan szakasz volt, ahol parton kellett vinni a kajakot további sokan. Járhatatlan utakon cipelni a forróságban a felszerelést, olyan, mint egy légiós kiképzés egy nagyon morcos hadnagyja. Eddig még senki nem esett ki a kajakból, de az 5. napon 2 fürödtek meg az Indusban. Ez a lehető legveszélyesebb helyzet a vadvízi evezésben. Hiába a mentő mellé, irányíthatatlan a sodróc és csapodsz mindennek, ami útban van. Ha ilyenkor nincs, aki segítsen, akkor körülbelül 20% az esély az életben maradásra. A mai tapasztalatok alapján a csapat úgy döntött, hogy nem kísérti tovább a szerencsét. Eddig megúszták a veszélyes helyzeteket. De a borulások egyértelműen jelzik. A folyó kezdi visszavenni a hatalmat. A küzdelmet fel kell adni. Ez az egyetlen észszerű döntés. Az oroszlánt nem sikerült megszelidíteni. A 7000 méter magasból alázúduló víztömeg legyőzte a csapatot. A kajakosok azonban átélték életük egyik legnagyobb élményét, és meghozták a bölcs döntést. Elfogadták a természet akaratát.